Felkérem Varga Mihály miniszter urat és Jámbor Zoltán igazgató urat a stratégiai együttműködési megállapodás aláírására. Tisztelettel üdvözlöm a miniszter urakat és minden jelenlévőt. Nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek, és aláírhatom a magyar kormány és Delphi világ egyik vezető autóipari beszállítója közötti megállapodást. Napjainkban járműipar az egyik legnagyobb, leginnovatívabb, leghatékonyabb üzleti szektor világszerte. Delphihez hasonló beszállítók az egyes járművek értékének mintegy 75%-át állítják elő. Új technológiákat fejlesztenek ki, melyek hozzájárulnak a személy- és haszongépjárművek kevésbé szennyezővé, biztonságosabbá, illetve gazdaságosabbá tételéhez. Szinte minden autó, melyeket Európa útjain láthatunk, rendelkezik a Delphi által fejlesztett és gyártott technológiával. Azokat biztonságosabbá és környezetkímélőbbé téve. De mindezt nem tudtuk volna, és nem tudnánk egyedül elérni. Az együttműködés sikerünk egyik fontos eleme, mely nagy szerepet játszik abban, hogy képesek legyünk támogatni a közösségeket, melyeknek részei vagyunk. Ez új lehetőségeket nyit mindnyájunk részére, és segít sikereink gyorsabb, hatékonyabb elérésében. Ezért vagyunk különösen büszkék miniszter úrral történő kapcsolatfelvételre, és mindenkire, aki Magyarországon együttműködik a Delphivel. Az új beruházások létrehozásakor nagyon fontos kritériumoknak kell megfelelnünk. Alapvető szempont, hogy ott legyünk, ahol a vevőink. Elengedhetetlen továbbá, hogy kitűnő, szakképzett munkavállalókat, illetve versenyképes, magas színvonalú beszállítókat legyünk képesek elérni. Itt minden előfeltétel adott. Éppen ezért a kormány hozzáállása és az itt élő emberek szakértelmére is támaszkodva, Delphi mindaz 5 divíziója jelen van, gyárt vagy értékesít csúcs technológiájú termékeket Magyarországon. Az elmúlt 20 év során több mint 220 millió eurónyi beruházás történt az országban. 4 gyárunk működik itt, meg Európa szerte ellátnak járműgyártókat, köztük világpiac néhány legnagyobb presztízsű gyártóját is. Szombathelyen az egyik üzemünk csatlakozó rendszereket, másik elektronikai biztonsági termékeket, illetve fedélzeti számítógépeket, modorvezérlő egységeket gyárt. Balassagyarmaton klímakompresszorokat állítunk elő. Tatabányán pedig csatlakozókat gyártunk. Azért is vagyunk képesek mindegyik magyarországi helyszínen sikeresen működni, mert a magyar gazdasági környezet ösztönzi a csúcs technológiát gyártó cégeket. Az infrastruktúrától kezdve, mely támogatja a gyártási folyamatainkat, egészen az itt élő emberek képességéig rendelkezünk mindennel, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy képesek legyünk Európa legmagasabb követelményeket támasztó gépjárműgyártóinak csúcsminőségű termékekkel való kiszolgálására. Meghatározó ezeken túl a gazdasági körülményeket figyelembe vevő elkötelezett kormányzati támogatás. Az önökkel való kitűnő együttműködés meghatározó körülmény volt abban, hogy magyarországi beruházásaink növelése mellett döntöttünk. A közös munka által mi és más csúcs technológiát képviselő vállalatok is számos területen profitáltak az önök útmutatásaiból. Legyen szó az erőforrások elosztásáról vagy képzésekről, növelve azok hatékony kihasználását. Útmutatásaik alapján élhettünk lehetőségekkel, melyek eredményeként jelentősen növeltük Delphi Hungary által foglalkoztatott munkavállalók számát. Jelenleg mintegy 3400 kollégánk dolgozik a Delphi telephelyén országszerte. Bízom benne, hogy ezek a munkavállalók és családjaik is egyetértenek azzal, hogy folyamatosan hozzájárulunk a helyi közösségek életminőségének növeléséhez. Részt vettünk már játszóterek, focipályák építésében, támogattunk nyári táborokat gyermekek részére,
Képzéseket finanszíroztunk fiatalok számára. Külön büszkeséggel tölt el, hogy a tavalyi nagy árvíz során dolgozóink kétkezi munkájukkal vettek részt a védekezésben, és anyagilag támogatták a rászorulókat. Ezt ezúttal is, innen is köszönöm nekik. Jelen megállapodás aláírásával ma a Delfi megerősíti elkötelezettségét Magyarország és a helyi közösségek iránt, melyeknek büszkén vagyunk a tagjai. Még egyszer szeretném megköszönni meghívásukat erre az eseményre, és támogatásukat az elmúlt két évtizedben, melyen hozzájárultak folyamatos növekedésünkhez az országban. Bízunk benne, hogy hosszú és kiegyensúlyozott kapcsolatunk a magyar kormánnyal és a magyar emberekkel a jövőben is folytatódni fog. Köszönöm a figyelmet! Tisztelt miniszter úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy szólhatok azon városok képviseletében, ahol a Delfi immár 23 éve jelen van. Azért éppen én, mert én Szombathelyről jövök, ahol 23 évvel ezelőtt ez a sikertörténet elkezdődött, és ma is Szombathely a legnagyobb helyszíne a magyar emberek és a Delfi együttműködésének. 1500 szombathelyi és környékbeli családnak, embernek ad kenyeret a Delfi, és több mint 1 milliárd forint iparőzési adót fizet. Sem ennek a helyi társadalomnak, sem ennek az 1500 családnak, sem pedig a városnak és intézmény rendszerének a létezése sem volna lehetséges a Delfi munkája nélkül. Nagyon hálásak vagyunk ezért a cégnek, és nagyon büszkék vagyunk azokra a szombathelyi emberekre, akik eszükkel, szorgalmukkal, verejtékes munkájukkal ezeket a közös sikereket megalapozzák. Köszönöm, hogy támogatják a helyi közösséget, és köszönöm azt is, hogy ott voltak és ott vannak a baj idején, az árvíz idején is, kétkezi munkával, adománygyűjtéssel. És köszönöm azt is, hogy osztoznak a sikerekben is, és osztoznak a jövőben, hiszen, mint mindannyian tudják, a magyar kormány 2012. decemberében kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította határozatában a Nyugat-Pannon járműipari és mechatronikai központot, amely együttműködés a helyi iparvállalatok, döntően az elektronika, a gépipar és a járműipar területén működő cégek, másfelől a helyi kamarák, harmadrészt pedig a helyi önkormányzatok és a tudományos világ és a szakképzés és az egyetem erőit kapcsolták össze, azért, hogy Győr és Kecskemét után felépítsük, létrehozzuk az ország harmadik legnagyobb ipari centrumát a járműipar, az elektronika és a gépipar területén. A kormány hozzáteszi a magáét ehhez az együttműködéshez, hiszen a legfontosabb a 86-os útnak a kialakítása, négysávos csatlakozás létesítése Szombathely és Győr között. Infrastruktúra nélkül nincs ipar, nincs fejlődés, nincsenek további beruházások. Nagyon fontosak a vasútfelújítások, a Sopron-Szombathely és a Szombathely-Szentgotthárd vonal villamosítása, de legalább ilyen fontos, hogy biztosítani tudjuk a képzett munkaerőt, éppen ezért a duális szakképzés rendszerét megerősítve nagy levegőt vettünk, és az érintett cégek támogatásával elhatároztuk a mérnökképzés, mégpedig a gépészmérnökképzés megteremtését lényegében előzmények nélkül Szombathelyen. Azért, hogy azt a mintegy 500 mérnököt, akikre majd részben a Delfinek, részben a többi cégnek, az Opelnek, a Jabilnek és a többieknek, az Elukának szüksége lesz a terveik megvalósításához, ki tudjuk szolgálni. Mik ezek a tervek, hölgyeim és uraim? Az elmúlt napokban körbekérdeztük a Nyugat-Pannon járműipari és mechatronikai központban résztvevő cégeket. Mit terveznek? A következő három esztendőben, 2016-ig bezárólag. Nos, a cégek azt mondják, csak az összesített számokat mondom, hogy ebben a három esztendőben 90 milliárd forintnyi új tőkebefektetést, beruházást terveznek a térségünkben. Közvetlenül 3500 új munkahelyet kívánnak
létrehozni. Közvetve további 1000-1500 munkahely fog keletkezni a beszállítóknál, és mindezt a növekedést kiszolgáló elsősorban a szolgáltató ágazatban létrejövő munkahelyek a multiplikátor hatás eredményeképpen további 1000-1500 emberre tehetők. Ez összesen, ha jól számoltam, akkor 6000 új munkahely a következő 3 év alatt. Hölgyeim és uraim, ezek olyan fantasztikus lehetőségek, olyan nagyszerű perspektíva, amit további alázatos, szorgalmas munkával kell szolgálnunk mindannyiunknak, szombathelyieknek, legyünk bármely poszton, és örömmel mondhatom el azt is, hogy az elmúlt 4 esztendőben, 2010 óta az ipari fellendülésnek, amely beleillik a kormány újraiparosítási politikájába, abban a munkaalapú társadalom és gazdaságképben, amelyet miniszter úrral és a kormány egészével közösen vallunk. Szóval mindennek köszönhetően Szombathelyen az iparűzési adóbevétel 45%-kal nőtt. Ez több mint 1,5 milliárd forint növekmény 2010-től napjainkig. Ezt most nem azért mondom, hogy Szombathelyt a kormány ne támogassa, de ez ugye a vállalatok termelési értékének a dinamikus növekedését jelzi. Jelenleg Szombathelyen a munkanélküliség 4,7%, az országos számnak nem egészen a fele. Ha ezek a tervek, amelyekről önök, többek között önök is beszámoltak az elmúlt napokban kérdésünkre, megvalósulnak, akkor azt mondhatom, bár meglehetősen távol vagyok a baloldaltól, hogy a teljes foglalkoztatás megvalósul Szombathelyen, ami régi célkitűzése volt az ezt megelőző korszaknak, de úgy gondolom, hogy egy helyes célkitűzés, és ma sem álmodhatunk kisebbet, és karnyújtásnyira vagyunk, hölgyeim és uraim, ennek a beteljesedésétől. Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett. Hajrá Delfi, hajrá Szombathely, hajrá Magyarország. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, igazgató úr, kormány megbízott, asszony és úr, polgármester urak, elnök úr, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt engedjék meg, hogy én is nagy örömmel jelentsem be, hogy a magyar kormány és a magyarországi Delphi Hungary Kft. Stratégiai együttműködési megállapodást köt a mai napon. Összeállni a kezdet, együtt maradni a haladás, együtt dolgozni siker, mondta egykor Henry Ford, az autóipar úttörője, és jó okunk van azt gondolni, hogy ez a mai megállapodás ezeknek a szavaknak, ennek az üzenetnek a jegyében történik, a magyar kormány és a Delphi között egy ilyen siker újabb állomása. Örömmel tapasztaltuk, hogy a Delphi 1991 óta íródó magyarországi története során mindvégig arra törekedett, hogy minél jobban beágyazódjon a magyar gazdaságba. Jó példája ennek a vállalat együttműködése műszaki iskoláinkkal, egyetemeinkkel. Ez a törekvés találkozott a jelenlegi magyar kormány szándékával és törekvésével, és ennek eredményeként jött létre a stratégiai megállapodás. Meggyőződésem, hogy Magyarország fejlődésének a kulcsa a magas hozzáadott értékű termékeikkel globális sikereket is elérni képes vállalatok integrálása a magyar gazdaságba. Ahhoz, hogy ez az integráció eredményes legyen, elengedhetetlen az együttműködés a kormányzat és a vállalatok között. Ennek az egyik legfontosabb területe az oktatás, a szakképzés, hiszen a vállalatok tapasztalataik megosztásával hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kellő számban álljon rendelkezésünkre szakképzett munkaerő. Örömmel mondhatom, hogy ebben is partnerre találtunk a Delphi-ban. A mostani stratégiai megállapodás alapján lehetőség nyílik a képzési-oktatási együttműködés további mélyítésére is. Gazdasági miniszterként figyelemre méltónak tartom azt a tényt is, hogy a Delphi vezetése beruházási kérdésekben nagy mértékben figyelembe veszi a kiszemelt régiókban már működő érdekeltségük vezetésének a javaslatait. A Delphi beruházásai alapján okkal gondolhatjuk, hogy pozitívak a magyarországi tapasztalataik, és elégedettek azzal a elmúlt több mint 20 esztendővel, amit a hazai magyar üzleti környezetben töltöttek el.
Wayne Gretzky, a legendás jégkorongozó mondta egyszer, ne oda koriz, ahol a korong van, hanem oda, ahol lesz. Úgy vélem, a mai világ országa is ugyanilyen kihívás előtt állnak. Magyarország esélye saját komparatív előnyeinek feltárásában, az arra épített versenyelőny kialakításában rejlik. Az előnyök közé tartozik a kormány és a hazánkban jelenlévő nagyvállalatok partneri viszonya is, hiszen immár 38 vállalattal kötöttünk stratégiai megállapodást. A kormány számára a legfontosabb cél a foglalkoztatás és a beruházások növelése, a magyar gazdaság versenyképességének a javítása. Eredményeinket jól jelzi, hogy a tavalyi trendfordító év után immár Magyarország esetében nem az a kérdés, hogy növekszik-e a gazdaság, hanem az a kérdés, hogy mennyivel. A kormány az idei költségvetésben 2%-os növekedéssel számolt, de van több bank is, többek között a francia BNP Paribas elemzői, akik már 2,5-3% közötti bruttó hazai termék növekedést várnak Magyarországra 2014-ben, de idézhetem volna mondjuk a Bank of America Merrill Lynch elemzőit is, akik 2,6%-os növekedést jósolnak. Furcsa helyzet, de ezzel is meg kell barátkoznunk, hogy most, mintha a kormány konzervatívabb, visszafogottabb növekedési prognózist várna, mint az elemzők. Az ipari szektor az elmúlt év 11 hónapjából 8 területen növelte a termelését. A legfrissebb adatok alapján az ipar teljesítménye 2013. novemberében éves összevetésben 5,8%-kal növekedett. Biztató az is, hogy az összes ipari rendelés állomány októberben 23%-kal haladta meg az egy évvel korábbit is, és ezen belül a járműgyártás új rendelés állománya az év második felében tartós növekedést mutat. Októberben 19,5%-kal bővült a szeptemberi kiemelkedő, és mi is kutatjuk még, hogy miért éppen ennyi volt, 80%-os növekedést követően. 2010. januárjához képest az ipari termelés 12%-kal emelkedett. Külön ki kell emelnünk a járműgyártást, amely ugyanebben az időszakban 41%-kal növelte kibocsátását. A beruházások az év második negyedévétől szinte markáns fordulatot vettek, és 4 évnyi visszaesés után újra elkezdtek növekedni, emelve a beruházási rátát. A harmadik negyedévben már 9,8%-kal nőtt a beruházások volumene az előző év hasonló időszakához képest. A magyar gazdaság úgy mutat fel jelentős növekedést, hogy közben a külső egyensúlyát is megőrizte, sőt a folyófizetési mérleg többlete javulást mutat az előző évhez képest. Az ország külső finanszírozási képessége javuló, a harmadik negyedévben elérte a bruttó hazai termék 6,6%-át. Így, és ezt itt a mai körülmények között különösen szeretném hangsúlyozni, a nemzetgazdaság továbbra is jelentős nettó adósság visszafizetési pozícióban van. Ez megerősíti, hogy kiegyensúlyozottá vált a növekedés szerkezete, és ez hosszabb távon is fenntartható. 2010 eleje óta a működő tőke beáramlása meghaladta a 7,4 milliárd eurót, amely 2013 harmadik negyedévének végéig az állomány közel 11%-os növekedését eredményezte. A kormányzat számára kiemelten fontos a foglalkoztatás, úgyhogy ezért is ad arra mindenképpen bizakodásra okot az, hogy 2013 negyedik negyedévében 4 millió 15 ezer fő dolgozott hazánkban, és ez 107 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A munkanélküliek száma egy év alatt 65 ezerrel csökkent, a munkanélküliségi ráta pedig 1,6%-kal 9,1%-ra mérséklődött, csak szeretnék itt is emlékeztetni arra, hogy ez 2010-ben a kormányváltáskor még közel 12% volt, 11,8%. Ez a csökkenés tehát mindenképpen egy egészséges szerkezetváltást tükröz vissza. A belső fogyasztás is meglódult. A KSH legfrissebb adatai szerint 2013. novemberében a gépjármű és járműalkatrész üzletek eladásai novemberben 6,7%-kal növekedtek. A felsorolt eredményekhez hozzájárult a magyarországi Delphi csoport tevékenysége is. Példáig mutatja, hogy a magyar vállalkozások hogyan fejleszthetik versenyképességüket, termékeik színvonalát, hogy a gazdasági növekedésünk szerkezete még egészségesebbé tudjon válni. Fontos tehát számunkra ez a megállapodás, mivel azt fejezi ki, hogy egy olyan világcég hosszú távú együttműködésére számíthatunk,
amely 1991 óta van jelen Magyarországon, eddig több mint 100 millió eurót fektetett be a magyar gazdaságba. 2012-ben hazai vállalatai 645,6 millió euró árbevételt értek el, adózott eredménye 5,5 millió euró volt. Beszállítóinak egyötöde magyar vállalkozás, és 2012-ben 3006 embert foglalkoztatott. A számok mellett ugyanilyen fontosnak tartom azt, amire igazgató úr már célzott, hogy a Delfi nyitott az együttműködése nem csak a gazdaság, hanem a helyi civil, a helyi társadalmi élet kapcsolatait is növelve. Miniszter úr említette itt Szombathely példáját, de mondhattuk volna Balassagyarmat vagy Tatabánya esetét is. Ezek a városok is jó példát szolgáltatnak erre. A Delfi kifejezte azt a szándékát is, hogy kutatás-fejlesztési tevékenységbe, innovációs tevékenységbe is bevon hazai intézményeket, és ezzel erősíti a magyar beszállítói háttér, a beszállítókkal való kapcsolatát is. Ezek olyan célok, amelyeket a magyar kormány is messze menőkig támogat. Így meg tudom ígérni itt is a mai aláírási ünnepségen, hogy a magyar kormány ezekben hosszú távon is partner kíván lenni. Engedjék meg, hogy a kormány nevében gratuláljak a Delfi cégcsoport által az elmúlt években elért sikerekhez, amelyeknek a széles magyarországi tevékenység kapcsán hazánk is részese lehetett. Bízom abban, hogy a most megkötött stratégiai megállapodás is hozzájárul ahhoz, hogy a vállalat az elmúlt évekhez hasonlóan a továbbiakban is bővíthesse magyarországi jelenlétét. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!